Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. És a te lelkeddel. Ha kiált hozzám, meghallgatom, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. Kedves testvérek, nagybőjt első vasárnapja van. Elkezdődött ez a szent idő, ez a hasznos idő. Szent és hasznos, mert üdvös, bűnbánatra hív. Segíti, hogy felélesszük magunkban a bűnbánó lelkületet, azért, hogy megtérjünk rossz cselekedeteinkből, megtérjünk és éljünk. Azonban a nagybőjt ideje nem csak rólunk szól. A lelkiismeret vizsgálatban ezt is vizsgálat alá helyezzük. Rólam szól az én úgymond tökéletesedésemről a nagybőjt, vagy arról, hogy jobban szerethessem a fele barátaimat. Az Úr Jézust lássam benne a fele barátban, őt szeressem a fele barátban. Ő indítson engem szeretetre és jó cselekedetekre. Ha tovább megyünk, a nagybőjt nem csak rólam szól, és nem csak a fele barátról, hanem az Úr Jézusról is, aki meghozta értünk a kereszt áldozatot, aki eltörli minden vétkünket a gyóntató székben. Kereszten eltörölte minden vétkünket. Elmélkedjünk ebben a nagybőjtben az ő kínszenvedéséről is, az ő hatalmas áldozatáról, és vegyünk példát arról, hogy nekünk is ki kell lépnünk önmagunkból, nekünk is mindent oda kell adnunk, elsősorban és egyedül Istennek, és Istenben fele barátainknak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy vannak itt még elől üres helyek, és a gyóntató széknél is vannak kirakva székek. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ad kegyelmedet, hogy a nagybőjti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és órába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élő lényé. Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten,
és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról? Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta, ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz. Semmi esetre nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat. Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vette hát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Angyalainak parancsolj felőled, hogy megőrizzenek téged minden odahon. Angyalainak parancsolj felőled, hogy megőrizzenek téged minden odahon. Kezükben hordoznak Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe esett. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűn. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem védkeztek, mint Ádám, aki az eljövendő előképe. A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kijárat sokakra. A kegyelem tehát másként hat, mint annak az egy embernek a bűne. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért jól ki büntetést, a kegyelem pedig sok bűnből vezet el a megigazulásra. Mert ha egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapták. Mert miként egynek vétke minden emberre kározatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden ember bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Aki a magasságbelinek oldalmában lakozik, minden hatalmat.
abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom boromzatára állította. Így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd le a lábadat. Jézus ezt válaszolta: de az is írva van, ne kísérd uradat Istenedet. Végül egy igen magas helyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki: takarodj, sátán, mert írva van, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim! Nagybőjt első vasárnapján az evangéliumban arról hallottunk, hogy az Úr Jézus megkísértette a sátán böjtölése közben. Böjtöléskor az ember sokszor legyengül, az Úr Jézus is bizonyára embersége miatt gyenge volt, de az akarata nagyon szilárd, és ki akar tartani az ő atya utasításai, törvényei mellett. Ezért azt válaszolta a sátán kísértésére: írva van, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ez az első és legfontosabb parancsolat a tízből. Az Úr Jézus példát ad nekünk: ő, aki vétkezhetetlen volt, aki vétkezhetetlen, példát ad nekünk. A legfontosabb parancsot adja például nekünk így a nagybőjt elején, abból a tízből, amelyet Mózes kapott. Ezt minden embernek, de különösképpen a keresztény embernek szem előtt kellene tartania. Amikor a sátán kísért minket, mert nincs olyan lélek, akit ne kísértene a sátán, akárhol is legyen az életszentség útján, akármelyik részén is, akkor nem tudna minket bűnbe taszítani, ha ezt tartanánk szemünk előtt. Csak az Istennek akarunk mi szolgálni, nem a gonosz vágyainknak, nem a sátánnak akarunk szolgálni. A sátán rabságba taszít minket. Nem tudna akkor bűnbe taszítani minket a sátán, ha jön a kísértés, az még nem baj, mert az jön. De ha Istenre emeljük a tekintetünket, akár imádkozzuk a Most segíts meg Mária imát, vagy a Szent Mihály Arkangyal imát, keresztet vetünk a homlokunkra, keresztet rajzolunk, meghintjük magunkat szentelt vízzel. Ha imádkozó lélekkel állunk ellen a sátán kísértéseinek, akkor ezek a szentelmények, az Istentől rendelt szavak, Jézus nevének a segítségül hívása, Mária segítségül hívása megszabadít minket a kísértő aljas csábításaitól. Testvérek, arra lettünk teremtve, azért kaptunk értelmet és szabad akaratot, hogy saját elhatározásból döntsünk Isten mellett. Igen, megvan végig a saját szabad döntési lehetőségünk. Isten ezt segíti, példát adott erre, hogy tudjunk mellette, az Atya mellett, az Isten mellett dönteni. Hát mi egyedül őt akarjuk imádni,
és szeretné mindenek fölött. Soha senki ne előzze meg Istent az életünkben. Jézus tanítása éljen a szívünkben minden körülmények között, mert ha így teszünk, akkor boldog lesz az életünk. Minden ember keresi a boldogságot, csak sokan nem tudják, hogy hol keressék. A boldogsághoz hozzátartozik az is, hogy küzdeni kell érte. Küzdeni kell, Krisztussal együtt kell küzdeni a 10 parancsolat megtartásával. Ez küzdelmes életet kíván. Boldog lesz az életünk, ha ezt megtesszük. Nem csak az életünk lesz boldog, hanem ahogy a bevezetőben mondtam, a keresztény élet közösségi élet. Az Istenben való élet közösségi, vonatkozású élet. Boldogok lesznek a ránk bízott lelkek is. Igen, nem csak azt mondjuk, hogy mellettünk lévő, körülöttünk lévő lelkek, hanem ránk bízott személyekről beszélünk. Ránk bízott személyekről. Olyan személyekről beszélünk, akikért imádkozni tartozunk. Imádkozni és segíteni őket. Sőt, Isten segítségével az életszentségre kell vezetnünk őket. A szó elszáll, a példa vonz, leginkább példamutatással kell ezt megtennünk. Az életszentségben élő embert, kedves testvérek, arról ismerik fel, hogy példája láttán jobbak lesznek az emberek. Választhatjuk a bűnt, de ezért mindig meg kell szenvedni. Ez automatikus. A bűn az csábítás is. A sátán csábító módon tárja elénk a bűnt, különösképpen akár a nagybőjt időszakban is, amikor törekednénk jobbak lenni, törekednénk önmegtagadó életet élni, akkor elénk hozza azt, hogy milyen csábító túlságosan gondoskodni magunkról, túlzásba vinni a kényelem szeretetet. Választhatjuk a bűnt, beleegyezhetünk a csábításba, de ezért meg kell szenvedni. És ez a szenvedés, ez nem jó szenvedés. Isten mindenkit boldogságra és szeretetre teremtett. De a boldogság az nem egy fogalom. A szeretet sem egy fogalom, hanem személy. Jézus Krisztus maga, Isten maga a szeretet. A boldogság ő maga. Rajta kívül ne keressük a boldogságunkat, és akkor nem fogunk csalódni, tévedni. Az ő szeretetéből létezünk. Sokan keresik a szeretetet és a boldogságot, de rossz helyen. Ebből származik a paráznaság, meg a házasságtörés. Az emberek nem kapnak egymástól szeretetet, ilyen ez a világ, és mindent megtesznek, hogy vágyuk beteljesüljön. Egyik embertől a másikig vándorolnak, de folyamatosan csalódnak. Hazudnak másoknak, hazudnak maguknak. A szeretetet magunkban, a lelkünkben kellene keresni. A csendet teremtenénk, megszólítanánk Jézust, aki arra vár, hogy behívjuk az életünkbe, akkor megtalálnánk lelkünk békéjét és örömét. Valóban, ahogy említettem, a Most segíts meg Mária imákat, a Szent Mihály imát, sőt, hozzáteszem most különösképpen a rózsafüzért, elég egy-egy ima, egy-egy fohász, és akkor megéreznék Jézus igazi szeretetét. Ha ezt megtapasztaljuk, sem is kell sokszor végigmondani az imát, mert az Úristen elénk siet szeretetével, a szándékunkat is figyelembe veszi, hogy neki akarunk tetszeni, el akarjuk hagyni a bűnöket, neki tetsző életet akarunk élni. Megéreznénk Jézus igaz szeretetét. Ha ezt megtapasztaljuk, akkor keressük az imát, az ima alkalmakat még. Vágyjunk a csendre, gyakrabban gyónjunk és naponta járuljunk szent áldozáshoz, ha megtehetjük. A Szent Misén, ami Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának vértelen megjelenítése, elmerülünk Krisztus misztériumában. Már nincs más vágyunk, mint
egyesülni vele a szent színek alatt. Minél jobban átalakulunk belé, annál jobban vágyakozunk hozzá a szent színe látására. Az Úr Jézus meg akar minket változtatni ebben a nagy bőrben. Adjuk át neki teljesen magunkat. Nagyon szép volt a szombati evangélium, csak a végét hagyják le sokszor az emberek, a magyarázók. Az Úr Jézus nem az igazakért jött, akik amúgy is az Atya parancsait megtartják, hanem a bűnösökért. De ez így nem teljes. Mert akkor azt mondanánk, hogy jó, akkor bűnösök maradunk. Nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért, azért, hogy megtérjenek. Ez nagyon fontos. Elkövettem a bűnt, bánom a bűnt, ez messze nem elég. Nem akarom többet elkövetni. És itt van a probléma az életünkben. Hát ehhez kérjük az Úr Jézus kegyelmét, hogy itt se legyen probléma az életünkben. A bűntől akarjuk megszabadulni, és ne akarjuk többet elkövetni. Legyen a múltban akármilyen bűnünk, megtisztulunk tőle a Szent Jónásban. Hófehér ruhát kapunk, lelkünk hófehér ruháját. Krisztus vére nem csak megtisztít minket, hanem megerősít a további küzdelemre, hogy a sátán kísértéseinek mindig ellenmondhassunk, és kiálthassuk oda, nem neki, mert a sátánnal nem állunk szóba, de kiálthassuk bátran, az én fő parancsom, Uradat, Istenedet imád, szeresd őt, és csak neki szolgálj. Amen. Most valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe, és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az időkezdete előtt. Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született teremtőjében, az Atyában egényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi hűségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, Isten emberétől. Poncius Pilátustól, értünk keresztre feszítették, kín alá szenvedték és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és hihetetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Szent Egyházban. A bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet adnak. Imádkozzunk testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük kegyelmét, hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel ünnepeljük a Szent 40 napot. Tarts távol, Urunk, egyházattól az anyagiasság és a hatalomvágy szellemét. Kérünk téged, hallgass minket. Szabadítsd meg, Urunk, népedet a gonosz lélek kísértéseitől. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy hívő néped csak téged imádjon, és egyedül neked szolgáljon. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy imádsággal és önmegtagadással készüljünk föl a kísértések legyőzésére. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy a kísértés idején mindig téged válasszunk. Kérünk téged, hallgass minket. Áld meg azokat, akik papi szolgálatra készülnek, szíts fel bennük a lelkesedést, és tedd szilárdá a hitüket. Kérünk téged. Istenünk, híveidnek örök pásztora,
aki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod és szeretettel igazgatod. Irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, olvasás! Irgalmas Istenünk, Te mindenkit meghallgatsz, aki segítségedet kéri. Állj mellettünk a kísértés idején, és vezérelj mindnyájunkat az igaz bűnbánatra, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tégy méltóvá minket az áldozati adományok felajánlására, amelyekkel az áldott nagybőti időszak kezdetét ünnepeljük. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Üremeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, amikor 40 napon át a földi tápláléktól megtartóztatta önmagát, megszentelte bőtjével az önfegyelmezésnek ezt a módját. A sátán minden cselvetését legyőzve megtanított arra, hogy a romlás kovászának ellenálljunk. Így méltó lélekkel ünnepeljük a húsvét szent titkát, és az örök húsvétra is eljussunk. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséged örökölti a mennyed és a föld. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ.
mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hajlandóan hirdetjük, Urunk, és itt te valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándokutyát járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadj be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki
add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ég az osztály, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békés. Isten nem csak kenyérrel ír az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek az áldoztatás rendjét. Én itt elő fogok áldoztatni a székek után. Kettő áldoztató itt a két mellékoltárnál, és egy áldoztató pedig ott elől a bejáratnál, a karzat alatt.
minden élet forrása. Küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Ad bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, főváros, nép, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket, ettől növekszik hitünk, éred reményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg arra, hogy Krisztusra az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek, hogy jövő vasárnap 3:49-es szentmisén a cserkész csapat jubileumi szentmiséje lesz, melyre sok szeretettel várjuk a kedves híveket, és különösen azokat, akik az elmúlt 30 évben kapcsolatban voltak velük. A szentmise után lesz lehetőség a cserkész csapat új könyvének megvásárlására, melynek ára 4000 forint. Holnap formáló című előadás sorozatunk következő rendezvényére március 5-én 17 órától kerül sor a Garai Gimnázium dísztermében, melynek témája Ki vagyok én? A fogyasztói társadalom és a bűnözés hatása az egyénre. A helyes önismeret és reális énkép fontossága. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Az első szeretett karizmatikus közösség március havi összejövetelét 5-én csütörtökön tartja, az esti szentmise után a közösségi házban. Téma: Tamás atya és Kálóczi Andrea távol-keleti, úti és lelki élményeinek megosztása. Mindenkit szeretettel hívunk. Ezzel kapcsolatban néhány gondolatot majd Kálóczi Andrea testvérünk a hirdetés után hozzáfűz. Ezúton is hirdetjük, hogy 2020. március 7-én szombaton 9 órai kezdettel az Egyházközség kalákát szervez a remetei Kisboldogasszony kápolna kertjébe a tavaszi munkák elvégzésére. Mivel sokrétű a feladat, szemétszedés az egész kápolna kertben, ágak összeszedése, aprítása, kápolna takarítás, keresztút ápolás, stb. Ezért várjuk fiatal nők, fiatal férfiak, pontosabban férfiak, nők, fiatalok segítségét. Lehetőség szerint hozzon mindenki magával olyan szerszámot, amilyen a rendelkezésére áll, kerti és takarító eszközök. Aki hosszabb időre tervezi a kintlétet, kérjük, gondoskodjon magának elegendő elemózsiáról. Minden segítő kezet és szándékot, jelenlétet, szeretettel és hálával fogadunk. Márciusban a Szent Réta Katolikus Óvoda nyílt hetet tart, 2020. március 9-től 13-áig, tehát délelőttönként 9-től 11 óráig, melyen csoportjaink mindennapjaiban szeretetekedhetnek. Szeretettel hívjuk a kisgyermekeket és szüleiket. A Szent József Katolikus Iskola Központban iskolaváró foglalkozást lesz március 11-én, jövő szerdán 16 órakor, játék németül és angolul címmel. A lendő elsősöket Brunner Gáborné, Dóri néni és Tövis Háti Lilla várja. Nagybőjtben péntekenként este 4:45-kor keresztúti ájtatosság a lelkiségi csoportok részvételével. A hirdetőn olvashatjuk, melyik pénteken, melyik csoport tartja az elmélkedést. A keresztút előtt 17 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. Mi két hirdetés, Pébániánkon Szentlélek szemináriumot hirdetünk március 25-i kezdettel, melyre a Szentlélekben megújulni vágyó híveket várjuk. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk megrendezni a Bérmálkozók lelki napját. Április 25-én Dombóváron, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk azokat a bérmálkozókat, hitoktatóikat és plébánosaikat, akik a 2020-as évben részesülnek a bérmálás szentségében, akik szeretnének részt venni a találkozón Tamás atyánál
jelentkezzenek. És azt hiszem, most nem is biztos, hogy az útról, hanem a Szentlélek szemináriumról lesz inkább szó, de hallgassuk szeretettel és figyelemmel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenütt kedves testvéreim, ha elmúltatok 18 évesek, voltatok első áldozók, és vágytok arra, hogy átjárjon Isten szeretetének tüze, akkor várunk benneteket szeretettel a szexádi belvárosi plébánia templomban, ahogy az atya is említette, március 25-én szerdán 18 órakor a Szent Misével kezdődő Élet a Lélekben szemináriumra. A szeminárium minden szerdán Szent Misével kezdődik, és a Szent Mise után tanítások, előadások lesznek, majd kis csoportos foglalkozások. A tanításokra csak a jelentkezőket és a kis csoportos foglalkozásokra is csak a jelentkezőket várjuk. Tehát március 25-én kezdődik a Szentlélek szeminárium, ami tanítások, kis csoportos foglalkozások, életgyónás és lélekáradások keresztül a Szentlélek eltölt bennünket, és a Szentlélek, ahogy eltölt bennünket, megmutatja nekünk a helyes utat. És kedves testvéreim, nem csak a helyes utat mutatja meg, hanem erőt is ad, hogy a helyes úton járjunk, Isten szeretetében, másokon segítve. Amen. Várunk benneteket, szeretettel. És még egy plusz egy hirdetés, mert hirdetni mindig szabad lehet és kell. Annyi, hogy hambaszkodás volt szerdán volt hambazó szerda, nagybőjt kezdete. Sokan nem részesültek hambaszkodásban, ezért bátorítok és buzdítok mindenkit, hogy mindenki jöjjön nyugodtan hambaszkodni, aki ebben a szentelményben még nem részesült. Most a záróáldás után hambaszkodás lesz a szentáldozás hasonlatosságára, tehát én odaállok a székek mögé, és akkor majd tessenek jönni nyugodtan. Ezt a szentelményt bárki felveheti. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.